A Bírák könyve, 12. rész Jefte és az Efraimiak viszája Fegyverbe szólították az Efraimiakat, Cáfón felé vonultak, és ezt mondták Jeftének. Miért vonultál harcba az ammóniak ellen, anélkül, hogy hívtál volna bennünket, hogy menjünk veled? Rádgyújtjuk a házadat. Jefte azt felelte nekik. Nagy perem volt nekem és népemnek az ammóniakkal. Kértem én a segítségeteket, de ti nem szabadítottatok meg a kezükből. Amikor láttam, hogy ti nem szabadítotok meg, kockára tettem a saját életemet, megtámadtam az ammóniakat, az úr pedig a kezembe adta őket. Miért vonultatok most föl hadakozni velem? Ekkor összegyűjtött Jefte minden giládi férfit, és megütközött Efraimmal. A giládi férfiak megverték Efraimot, mert ezek azt mondták elfajzott Efraimiak vagytok. Gilád ugyanis Efraim és Manassé közé esik. Azután elfoglalták a Gileádiak a Jordán gázlóit Efraim elől, és mikor a menekülő Efraimiak azt mondták, hadd menjünk át, megkérdezték mindegyiktől a Gileádi férfiak. Efraimi vagy? És ha azt felelte, nem, akkor azt mondták neki. Mondd azt, hogy Sibbó lett. És ha a Sibbó mondott, mert nem tudta helyesen kiejteni, akkor megragadták és legyilkolták a Jordán gázlóinál. Így esett el akkor 42 ezer Efraimi. Jefte hat évig volt Izrael bírája, azután meghalt a Giládi Jefte, és eltemették városában, Giládban. Ipcán, Élón és Abdón bírák Utána a betlehemi Ipcán volt Izrael bírája. Volt neki harminc fia, és harminc leányát adta férjhez máshova, a fiainak pedig harminc lányt hozott feleségül máshonnan. Hét esztendeig volt Izrael bírája. Azután meghalt Ipcán, és eltemették Betlehemben. Utána a Zebuloni élón lett Izrael bírája. Tíz esztendeig bíráskodott Izraelben. Azután meghalt a Zebuloni élón, és eltemették Ajálónban, Zebulon földjén. Utána Abdón, a pirátóni Hillél fia lett Izrael bírája. Volt neki negyven fia és harminc unokája, akik hetven szamácsikon jártak. Nyolc esztendeig volt Izrael bírája, azután meghalt Abdón, a pirátóni Hillél fia, és eltemették Pirátomban, Efraim földjén, az Amálék hegyen.